Na, szevasztok, ez itt az 3BP Transport, és ebben a videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan készül egy videóm. Először is, ugyebár felveszem a videót, ez szinte mindig egy telefon, de adódik úgy is, hogy egy fejkamerával veszem a videót fel. Aztán megszerkeztem telefonon a PowerDirector-t, elkészítem az indexképet. Attól függ, hogy milyen hosszú a videó, vagy hogy milyen elemeket kell belerakni a videóba. Például egy ilyen buszos videót csinálok, ami egy ilyen menetfelvétel van, az fél óra alatt el szokott készülni, de volt olyan is, hogy pár napig tudtam elkészíteni egy videót, mert olyan hosszú volt. Aztán áttöltöm a kész PowerDirector-os videót a gépre, és oda azért töltöm fel egyrészt a számítógépre a videót, mert a számítógépen keresztül töltöm fel a videót a YouTube-ra, ami azért, mert ott nagyon sok alapbeállítás már megvan, így közvetlenül feltöltés közben. A másik meg az, hogy oda konvertálom át a kész megvágott videót gépre, hogyha bármi lenne a videóval. A videó feltöltéskor meg szoktam adni a címét, leírást. A leírásban mindig leszoktam írni, hogyha olyan a fejezeteket, a zenéket, a hashtageket, meg ott található meg veled barátomnak a csatorna linkje is, meg a közös csatornánk linkje is ott található meg. Aztán feltöltöm még az indexképet, hozzáadom egy lejátszási listához, ha olyan címkéket állítok be, a videó helyét is, hogyha olyan. Aztán jönnek a videóelemek. A videóelemeknek három típusa van. Az egyik az áróképernyő, a másik a kártya, a harmadik pedig a felirat. Utóbbit csak akkor szoktam használni, hogyha egy csatorna előzetesként állítom be a videót, vagy akkor, hogyha a videót már több mint 500-an megnézték. Aztán beállítom a láthatóságát, ami szinte mindig Premiere. Hogyha Premiere, akkor ütemezem, és beállítom a Premiere-nek a visszaszámlálóját. Hogyha beütemeztem, és Premiere van, akkor a chatben mindig bele szoktam írni, hogy a videó, maga a videó kb. Hány perces lesz, és a visszaszámláló is hány perces lesz. Nagyjából így készül egy videóm, lájkold és oszd meg a videót, és ne felejts el feliratkozni. Thank you.